Namaste! Üdvözöllek téged az anyagi világban utazó lelket! A mai napon egy különös témáról beszélünk, a formáról. Helyes-e a forma vagy sem? Megmondom, hogy minek kapcsán merült fel bennem ez a kérdés. Járt nálunk egy indiai vendég, egy swami, és nagyon érdekes beszélgetésbe keveredtem vele. Először is dicsőítette a saját mesterét, és ez fantasztikus. Miközben az én mesteremnek a mesterét pedig lehúzta. Megmondom őszintén, számomra az érettség ott kezdődik, hogy képes vagyok a másikat dicsőíteni, képes vagyok a másikban látni azt a transzcendenst, akit én keresek, illetve az ő szolgáját. És ennek kapcsán, ugye ő azt mondta, hogy jó, az én mesteremnek a mestere, aki nem más, mint Ácsi Bhaktivedanta Swami Prabhupád, ő vele nem foglalkozik, mert hogy ő szidja a májavádikat. És néha szembe találkozunk ezzel a váddal, Prabhupáddal kapcsolatban, őt szeretném egyrészt megvédeni ebben a videóban, azzal kapcsolatban, hogy kifejtem azt, hogy vajon ő miért mondhatta azokat a dolgokat, amiket mondott, kikre mondta, illetve ezzel párhuzamosan jött egy kérdés, mégpedig a következő, János nevezetű felhasználótól, youtubertől. Mi az a személyiség, vagyis énség? Az ember személyisége, énsége egy olyan dolog, amit a környezet formál. Tehát ha van egy ember, akinek az apja ilyen vagy olyan, nem olvasom végig, a lényeg az, hogy az befolyásolja az ember személyiségének alakulását. Vagyis a személyiség az egy folyamatosan változó dolog. Helyes tehát azt mondani, hogy a legfelsőbbnek van személyisége? Illetve mitől lehet tudni, hogy van-e neki? Fantasztikus kérdés, és a kettő egymás, a két dolog, az előző sztori egymásba talál, és erről szeretnénk neked beszélni. Tarts velem! Az anyagi világban vonzódunk a formákhoz. A gyönyörű emberi testeket szívesen nézik az emberek, a gyönyörű kutyákat, a gyermekeket, az autókat, a természetet. Vonzódunk a formához. Vajon itt az ellenség az a forma? Következtethetünk arra, hogy a forma az, ami az én lelki látásmódomat tönkre teszi? Vannak iskolák, akik erre a következtetésre jutnak, hogy a forma vágyat okoz, tehát a forma az egy rossz dolog. Tehát a formát értsd, személyt vagy személyiséget nem használhatjuk a legfelsőbben kapcsolatban. Ha van forma az anyagi világban, és ez az, ami ugye elvonja a figyelmünket, akkor ebből arra a következtetése jutnak, hogy odaát nem lehetnek formák. Na most ez vajon helyes következtetés vagy sem? Kik azok, akik erre a következtetése jutnak? Leginkább azok, akik a legfelsőbb személytelen aspektusát imádják. Miközben, ugye ez a Prabhupád féle iskola, amit végülis nem Prabhupád féle iskolának, hanem Brahma féle iskolának kell nevezni, de Prabhupád az egyik legfontosabb képviselője számomra mindenképpen, hiszen ha Prabhupád nem juttatta volna el a védikus bölcsességet az angol ajkúak közé, akkor én most nem ülhetnék itt, és nem ismételhetném meg a szavait. Szóval, a Prabhupád féle tanításban, azaz a dualista, azaz az acintya béda abéda egészen konkrétan tanítása szerint a legfelsőbbnek van formája, és mivel ő neki van formája, és ő az ő szemléletében a forma az boldogságot okoz, hiszen a transzcendentális forma a boldogságot okoz. Mi az, ami szenvedést okoz? Az eltorzult látásmód. Amikor a látásmódokat elfedi az anyag, elfedi a hamisság, elfedi az illúzió. Ha a látásmódokat elfedi az illúzió, beszélhetünk akár formáról, akár személytelenségről, az illuzórikus lesz. Tehát itt a nagy ellenség tulajdonképpen nem a forma, hanem az illúzió. Hozzátéve, hogy az ellenség az természetesen jelképesen értendő, hiszen az illúzió a segítségünkre van, mert az illúzió az, ami egyszer csak elvisz bennünket arra a szintre, arra az állapotra, amikor megértjük, hogy hoppá, illúzióban vagyunk, tehát lépnünk kell.
az illúzió hatására egyszer csak az ember eljut arra a pontra, amikor elkezdődik az ébredés. És az illúzió azért is a barátunk, mert ő a legfelsőbb szolgája. Oké, Arjuna hasonló dilemmában van, mint amiben mi most itt. Kitekinthető, Arjuna kérdez, a 12. fejezetben mondják az a cím, hogy odaadó szolgálat. Kitekinthető tökéletesennek, aki mindig megfelelően imád téged az odaadó szolgálatban, vagy aki a személytelen Brahman, a megnyilvánulatlant imádja. Pontosan ezt kérdezi Arjuna. Személyes vagy személytelen? Forma vagy forma nélküliség? Személyiség vagy személyiség nélkülés? Személyiség nélküliség. És Krishna mit válaszol? Miért fordulunk az ősírásokhoz? Azért, hogy legyen valami alap, valami kiinduló alap. Aztán természetesen szükség van a mi kreativitásunkra, hogy ezt helyesen értelmezzük. Azt mondja Krishna végül is, hogy nem olvasunk fel teljesen a verset, de teljesen az abszolút személytelen aspektusát imádva végül is elérnek engem. Ezek is elérnek, és azok is elérnek. Oké, Krishna itt preferálja a személyes ösvényt, de nem bántja a személytelent. Miért van akkor az, hogy Prabhupád oly keményen szokott nyilatkozni az a májavádikról? Azokról, akik a úgynevezett személytelen aspektust imádják, úgymond imádják, és azt propagálják, hogy Istenné válhatsz. Na itt van az a pont. Itt van az a pont, amikor felmerül az emberbe a kérdés, hogy hoppá, Istenné válni? Hol van itt ennek a logikája? Hogyan válhat valaki Istenné? Valaki vagy Isten, vagy nem. Ez nem lehetséges, hogy nem vagyok Isten, aztán Istenné válni. Az Isten természete az, hogy abszolút. Ha én relatív vagyok, akkor nem válhatok abszolúttá. Ha pedig abszolút vagyok, akkor nem eshetek illúzióba. És amikor vannak a nagy tudású guruk, akik félelső helyen élnek, egész életükben szolgálják a mesterüket, tanulmányozzák a filozófiát, és óriási tudással rendelkeznek, és ezzel szemben, és végig ott élik rá az életüket, és a hiteles forráshoz fordulók tőlük tanulnak, és nem arra törekszenek, hogy óriási világmissziót építsenek, és ezzel szemben pedig, ugye Prabhupád idejében ő azt látta, hogy szinte boldog-boldogtalan megérkezett nyugatra, akik elolvastak egy-két könyvet, és elkezdték propagálni azt, hogy nem kell csinálnod semmit, élvezni akarsz, élvez, ezt keresztény akarsz, legyél keresztény, csak csatlakozz hozzánk, és fizess, vagy nem tudom mi. A lényeg az, hogy te Isten vagy. Nyugi, nyugi, nem kell neked törődnöd semmivel, te Isten vagy. Azt csinálsz, Isten pedig azt csinál, amit akar. Ugye, ez az a pont, ami kiüti a biztosítékot. Lehet propagálni azt, hogy élvezd az életet. Egész nyugodtan propagálja valaki, de ne hivatkozzon a Védákra, ne hivatkozzon a Bhagavad Gítára. Ez az, ami Prabhupádnál kiütötte a biztosítékot. És miért is kellene, hogy rossz véleményünk legyen egy olyan irányzatról, ami nem megegyezik a miénkkel, de a Bhagavad Gítában alátámasztja Krishna, hogy végül is elérnek engem. Tehát ha elérik őket, akkor mi a bajom velük? Semmi bajom nincs velük, és Prabhupádnak se volt azokkal bajuk. Azokkal volt bajuk, akik Krishna aparádik voltak, vagyis sértőek voltak Krishnával szemben. És azt állították, hogy Krishna nem létezik, mert a forma az illúzió. Ugye? És ez fájdalmas. Létezik Krishna, a személy, és létezik az energiája is. Mint hogy te is létezel személyként, és létezik energiád, szeretett energiád például, és sok más energiád. Na most, megérkeztünk ahhoz a kérdéshez, hogy mi az a személyiség? A személyiség kifejezést használhatja a jog, használhatja az ítélkezés, a törvény, a rendőrség, használhatjuk úgy, mint közéleti személyiség kifejezést, és használja a pszichológia. A személyiség az egy érzelem viselkedési minta a pszichológiában. Én a pszichológiához nem értek. A pszichológia egészen mást ért a személyiség alatt, mint például a jog vagy a rendőrség. És természetesen megint egészen mást ért ez a kifejezés alatt a védikus tanítás.
Természetesen, amikor az anyagi világban beszélünk a személyiségről, a pszichológia beszél a személyiségről, akkor azt látjuk, hogy a személyiség változik, a személyiséget formálja a környezet, formálják a szülői minta, és így tovább. De ez az, amihez én nem értek, és nem szeretnék belebonyolódni. Viszont, amikor védikus bölcselet beszél a személyiségről, akkor a lélekről van szó, amit elfed az anyagi világba zuhanva, elfed az illúzió, pora, és ezért hamis képet fest magáról. A lélek eredendően személy. Örökkévaló, szat, csit, ánanda, vigra. Örökkévaló, tudatos, boldogsággal teli, és személy. Személy. Tehát az, hogy valaki személy, ez önmagában nem illúzió. Akkor illúzió, ha elfedi az illúzió. De akkor meg mindegy, hogy személy vagy nem személy. Tehát az illúzió elfedés, megismétlem, amit mondtam, az illúzió jelenléte a probléma. Az illúziót pedig az okozza, hogy a legfelsőbbel való, a legfelsőbbtől való idegenkedés. Tehát megállapíthatjuk, hogy a léleknek van személyiség. A lélek az egy személyiség, egy személy. Ugyanis, ha belegondolsz, akkor szeretetről csak akkor beszélhetünk, ha két személy szereti egymást. Hogyan szerethet az energia? Ha én is energia vagyok, meg te is energia vagy, és egy energia vagyunk, akkor ki kit szeret? Akkor csak békét tudunk megtapasztalni, ha energiáról beszélünk. De a szeretet az pedig egy aktív dolog. A szeretet azt jelenti, hogy rajongok azért az ötletért, hogy szolgáljalak. Rajongok azért az ötletért, hogy te a legfelsőbb gyermeke vagy, és én rajtad keresztül szeretnék vele kapcsolatba kerülni, azáltal, hogy szolgálak téged. Ez hát a védák véleménye, és akkor visszatérve az indiai Swamijihoz, aki vendégünk volt, egy egészen más tradíció követője volt, és teljesen mindegy, hiszen minden tradícióban vannak rendkívül érett személyiségek, és még érettebb személyiségek. Mindenki érett személyiség, aki a spirituális ösvényre lép. De azon belül pedig vannak még érettebbek és legérettebbek. Azok, akik képesek jó szívvel dicsőíteni más tradíciókat számra, én azt gondolom, ők a legérettebbek. És az, hogy elolvasunk egy-két oldalt valakitől, és azt mondjuk, hogy jó, ez rossz, az valószínűleg nem a leghelyesebb következtetés, illetve az én gurum, te gurud koncepció, vagyis hogy az én gurum a legjobb, a te gurud az hát, az nem annyira jó. Ez az, ami a fanatizmus táptalaja, a szűklátókörűség táptalaja. Remélem, hogy nem fogok ebből hibába esni, és remélem, hogy képes leszek megérteni azt, hogy egyetlen egy gurú van. Az nem az én gurum, te gurud, hanem az a legfelsőbb, a gurú, az eredendő gurú, és a legfelsőbb megnyilvánul, meg annyi személyiségen keresztül. Úgyhogy összefoglalva egyrészt az indiai Swamiji történetét és a kérdést, hogy helyese azt gondolni, hogy a legfelsőbbnek van személyisége, igen, mert a legfelsőbb személyiséget nem a környezete alakítja, hanem a legfelsőbb személyisége abszolút, állandó. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy konstans, hanem az azt jelenti, hogy olyan értelemben változó, hogy állandó, hogy nem soha ne fog illúzióba esni, de progresszív, egyszerűen állandóan a híveiben való szeretetes kapcsolat hatására mindig újabb és újabb ízek jönnek elő. Tehát az állandóság nem azt jelenti, hogy állandó üresség, hanem állandó ízek. A szeretetből, az odaadásból fakadó ízek újabb és újabb megnyilvánulása, miközben konstans olyan értelemben és állandó, hogy soha nem fog az anyagból anyaghoz fordulni, az anyagi világhoz. És illetve még az a kérdés, hogy miből lehet tudni, hogy a legfelsőbbnek van személyisége. Csak onnan lehet tudni, hogy ezt elmondta és elolvassuk. Ez pedig vagy elhiszed, vagy nem. Én elhittem, és javaslom, hogy tanulmányozd a Bhagavad Gita-t, mert hihetetlen dolgok kerülnek ki belőle. Szeretettel várlak a programjainkon,
keresd a linken az aktuális programjainkat, akár budapesti, vidéki, önkéntes hétvégék, táborok, szerda esti programok, és így tovább. Ha van kérdésed, megjegyzésed, írd meg a videó alatt, igyekszem válaszolni rá. Gór, Hadibor!